Sziasztok, sziasztok! Én még mindig Gábor vagyok, és üdvözlök mindenkit ismét az Akadémián. Még mindig elemzés. Pár napja a Star Wars 9 új idézőjelben vett előzetesét veséztem ki. Ha még nem láttad, akkor irány a jobb felső sarok. Na már most tudom, hogy egy jó ideje nem voltam aktív, és rengeteg téma van, amit folytatni és vagy pótolni kellene. Azonban mielőtt nekivágnék, hogy időt szenteljek Sidious életére, a Milyen erős volt sorozatra, és az egyéb bemutatókra, vagy éppen arra, ami titeket érdekel, comment please. Nos, ezek előtt szeretném átrágni magam az aktualitásokon, mert hogy van egy jó pár. Ennek apropóján pedig a The Mandalorian élőszereplős tévésorozatának az új és egyben első teljes értékű előzetesét szeretném egy kicsit körbejárni. Nem tagadom, és ezen a ponton szeretném leszögezni, hogy nem igazán hozott eddig lázba ez az egész élőszereplős, sorozatos díj a Star Wars témát tekintve. Viszont egész kellemes kis előzetes raktak össze, ami mondhatni meghozta a kedvem, és elérte, hogy egy kicsit várjam az úgynevezett sorozatot. Egyébként, akit érdekel, annak elő kell fizetnie majd a Disney Plus streaming szolgáltatásra, hogy megnézhesse a november 12-én érkező első évadot, mely összesen 8 részből fog állni. Azonban mivel kis hazánkban eme szolgáltatás általam nem ismert időpontban lesz csak elérhető, gondolom majd valamikor 2020-ban, hogy szinkronosan maga a show mikor lesz itthon megtekinthető, az tehát így kérdéses, így az is előre látható, hogy ide haza nem fog akkorát robbanni a sorozat. De azért bízzunk a legjobbakban. Viszont ne is kerülgessük a dolgot, lássuk mit dobott elénk Jon Favreau, Dave Filoni és a többiek. Elsőnek szeretném leszögezni a tényt, hogy a Mandalorian a birodalom hanyatlása után játszódik, egészen pontosan Yavin után 9 évvel. Apró részlet, de mindenképpen egy lényeges információ. Egy viszonylag groteszk képpel nyit az előzetes, melyben birodalmi rohamosztagos sisakokat láthatunk félig a homokba temetve és karókra tűzdelve, melyről nekem a Halálosztag című könyv borítója ugrott be rögvest. Igen, tudom, hogy ott kampóra van lógatva meg minden más, de nekem akkor is ez jutott eszembe az első képkockákról. Pedig szinte biztos, hogy semmi köze nem lesz a könyvnek a Mandalorian eseményeihez. Ez csak az én kis észrevételem. Viszont az látható, hogy a birodalom már meghanyatlott. Igen, jó pár évvel telt a Jakku-i csata óta, azonban egy ekkora birodalom nem tud eltűnni egyik napról a másikra. A sisakok azt szimbolizálják, hogy már nem félnek az egyes világok lakói a birodalmiaktól. A következő képkockákon már a Mandalori hajóját, a Razor Crestet láthatjuk, amint átszágult egy erdős, tavakkal és folyókkal tarkított tájon. A hajó gondolom egy teljesen új, eddig sosem látott típus lesz, szóval úgy fest, hogy tartják az ígéretet, hogy ez a show friss és új lesz, és így a vérrajongók számára is tartogat majd új dolgokat. Emellett pedig könnyebben emészhető lesz az újonnan érkezőknek is, hiszen nem kell összerakni több tucat forrásból egy-egy karaktert, legalábbis egyenlőre. Aztán a teszt követő képkockákon már egy hegyvidéki településnél járunk. A Mandalori hajója landolt valahol, és van a képen egy másik hajó is, de nem tudtam rájönni, mi is lehet az pontosan, pedig ismerős a fülke, bár lehet csak hasonlít valami másra. Akárhogy is a jelenet, a távolban elsétáló jelenleg még név nélküli főszereplővel egy pillanatra az EA elkaszált Star Wars játékának korai in-game bemutatójából látott jelenetekre emlékeztet engem halványan. Persze ez betudható a jellegzetes épületeknek, amiket használnak, és annak is ugye, hogy ez ugyanaz az univerzum. Aztán egy kis fejvadász üzletnek lehetünk szemtanulni, miközben a főszereplőnk egy Greef Karga nevű személlyel folytat társalgást. Nos, ő lényegében a fejvadász C feje, a színész, aki eljátsza, pedig nem más, mint Carl Weathers. Elképzelhető, hogy egy megbízást vállal el éppen a jelenlegi, még név nélküli Pedro Pascal által alakított főszereplőnk. Ennek ugye csak a világ szerint van jelentősége, hiszen ha egy fejvadász felvesz egy küldetést, akkor azt már más nem kaphatja meg. Ha pedig valaki mégis a C egy másik tagjának a prédájára pályázik, akkor annak meg lesz a büntetése, ami nem más, mint halál. A következő képsorokon egy sivatagosabb terület felett repül át a Razor Crest, mely szerintem maga a főhős otthona a Mandalor. A kietlen táj a szétrepetezett felszínnel engem a lázadókban látott Mandalor megjelenítésére emlékeztet, ahol is hatalmas szúrogok tarkították a felperzselt tájat. Aztán persze nem biztos, ez még közel sem, de majd úgyis meglátjuk. Ezt követően egy gyors felfegyverkezést láthatunk, és te jó ég! Őszinte gratuláció annak, aki a kosztümöket csinálta. Hihetetlen jók a részletek. Egy vibropengét véltem talán felfedezni, annak a markolatán pedig a Mandu ABC-ből ismerős karakterek vannak. Maga az egész baromi jól néz ki. Majd pedig egy hajó raktere kinyílik, és a háttérben láthatunk egy erdőt. Így időrendileg az első zöld táj felett való átrepülés után tudnám elképzelni ezt a jelenetet, amikor a Mandalori leszállt.
Aztán pedig este van, és megláthatunk egy másik karaktert a sorozatból, Cara Dune-t, akit Gina Carano alakít. Akinek ismerős lenne a hölgyemény, annak spórolok egy keresést. Deadpool, halálos iramban hat. Szívesen. Ja, és szuperhős landolás. Aztán itt van nekünk egy halott Blurg. Aztán egy élő Blurg, egy Agnauttal a hátán. A karakter neve amúgy Quill, és a szinkron hangját Nick Nolte fogja adni. Aztán egy kacsingatós twileknő, majd pedig az ikonikus, a főcím és minden másnak lényegében a pecsétje. A Mandalóri, ahogy sétál a naplementében. Tény, megígérték, hogy egy vadnyugati hangulata egy olyan western érzése lesz az egész show-nak, és eddig, ahogy nézem, ezt viszonylag be is tartják majd. A következő képen pedig már egy nő és egy gyerek bujkál valami elől, szerintem. De a jelenet feltehetőleg ismét az előzetes elején látott erdőséghez köthető valamilyen formában. Aztán pedig néhány Death Trooper sorakozott fel tüzelésre készen. Aztán gondolja az egyszeri néző, hogy oké, de a Yavin után 9 évvel járunk. A birodalom a Jakku-i csatában elesett, idáig tudtam követni. De akkor most miért vannak mégis itt? A kérdésre a válasz egyszerű. A birodalom széthullott igaz, viszont azon belül kisebb frakciók alakultak ezt követően, akik harcoltak egymással is a hatalomért. Mindenki egy szeletet akart magának az immáron uralkodó nélküli királyságból, ha szabad így megfogalmazni. Viszont meglepő látni, hogy rendelkeztek néhány helyen még különleges alakulatokkal is. Bár egy pillanatra sem bánom, hiszen szerintem az egyik legkirályabb egység, ha jól használják őket. Persze vak ázsiaiak és hippi hávaiak ellen nem bevethetőek. Az előzőekben vadnyugatot mondtam volna. Nos, tessék, itt van még belőle. Aztán itt van nekünk Giancarlo Esposito karaktere, aki egy birodalmi tisztet vagy valami hasonlót alakít majd. Sajnos a neve jelenleg még nem tisztázott a karakternek, de nekem úgy tűnik, hogy ő lesz a háttérben lévő rohamosztagosok és Death Trooperek vezetője. A fekete páncélján lévő kevés piros színről pedig nekem az egykori Inferno osztag jutott eszembe, de butaság lenne bármilyen következtetés levonni jelenleg. Aztán még egy gyors pózulás a Mandaloritól, a fenébe is de jól néz ki ez a páncél, te jó ég. Majd pedig egy éjszakai jelenet, valamiféle jelzőfény. Egy random csóker egy ciklomotról és egy AT-ST, amint szétlő mindent. Mondjuk innen meg a szólófilm jutott eszembe és annak az elején látható AT-DP a mocsaras bolygóról. Ezen képkockák után újra egy nappali kép, valamiféle tűzharccal vagy ilyesmivel. Elképzelhető, hogy a Death Trooperek és a birodalmi megmaradt erők igáznak le egy települést és próbálják megszilárdítani a hatalmukat. Vagy csak kutatnak valaki után. Ez csak tippelgetés. Aztán egy jól kivágott ajtó, ami kidől, igazi klasszikus mozdulat, és ekkor láthatjuk a Mandalorit és egy új karaktert, IG-11-est. Sokan gondolhattuk korábban, hogy IG-88 lesz majd benne a sorozatban, de nem, helyette egy új droid kap mai szerepet. Ó, és csak mellékesen, IG-11 szinkronja a Taika Waititi lesz, aki nem ismeri a nevét, annak iránya a Google. Aztán pedig akció, akció és akció. Lesz itt űrcsata per lövöldözés, városi lövöldözés valamiféle random kalózok vagy helyi erők ellen, szerintem azok biztosan nem rohamosztagosok. Láthatjuk akció közben az új droidot, ami azért meg kell valani elég királyul lett megcsinálva. Aztán pedig egy szorult helyzet, ahol néhány rohamosztagos úgy gondolja, hogy túlerőben van. De itt egy kis érdekesség is akad. A Mandalori ikonikus fegyvere, ami a sziluettjéből látszott szinte minden poszteren, az a puska, amit most a rohamosztagosokra szegez. Nos, ezt a fegyvert korábban már láthattuk a csodálatos, lenyűgöző, fantasztikus és elragadó The Fateful Wookiee Show-ban, ami a még nagyszerűbb Star Wars Holiday Special része volt. Ezen műsor kereteiben amúgy a legendás fejvadász Boba Fett viselt ilyen fegyvert. Vagy pont ezt. Majd meglátjuk. Ezt követően hallhatunk egy hangot a háttérben, amint azt mondja, a fejvadászat egy bonyolult szakma. Nos, ez a hang Werner Herzoghoz tartozik, aki szintén szerepet játszik a műsorban. Akárhogy is nincs idő értelmezni, amit mond, hiszen egy jó kis kocsmai vagy inkább kantína bunyó keretében prezentálják azt. Így van, ez is segít elhitetni velünk azt, hogy az egész műsor egy kicsit olyan vadnyugati hangulatú lesz. Néhány ember és egy Karen úgy gondolja, hogy belekötnek a főhősünkbe, vagy éppen pont ők a célpontok? Van egy kis brutalitás a harc kompozíciójában egyébként, ahogy a Mandalori az arc csápjainál fogva megfejelteti az asztalt a Karennel, majd pedig amikor az menekülőre fogja, akkor egész egyszerűen egy szigonnyal visszarántja a kantinába, és a zsilipet szétlőve szolidan elválasztja az ellenfele alsó és felső felét egymástól. Családbarát Star Wars show, pont ahogy szeretem. A következő képsorok alatt egy raktér vagy valamiféle raktár látható, ahol is jó néhány karbonitba fagyasztott karakter pihen. Talán ez a hely a Razor Crest raktere, és ők mind a Mandalori trófeái, akikért majd begyűjtheti a vérdíjat. Ez is egy elképzelés, de ki tudja.
Ezt követően pedig végül láthatjuk az előbb már említett Herzog által alakított karaktert, aki így vagy úgy, de kötődik vagy kötődött a birodalomhoz. Erről árulkodik a nyakában lévő medál, ugye? Ezen a ponton el tudom képzelni, hogy esetleg ő lesz a korábban látott Giancarlo Esposito által megformált karakter és a többi katona felettese. És ennyi az előzetes. Oké. Én mit gondolok? Nos, oda teszik magukat, ebben biztos vagyok, és szerintem kihozzák az adott lehetőségekből a lehető legtöbbet. A képi világ egészen pofás. Nem agyoneffektelt és nincs tele CGI elemekkel, de mégis hihetően hozza a Star Wars hangulatot. Igaz, itt-ott azért érződik a mesterséges megjelenítés, például a Twi'lek csaj nekem nem áll össze. Valahogy idegen az egész jelenet, kb. Mintha valamilyen cosplayes találkozón vették volna fel a képet. Bár nem tudom megmagyarázni miért, de talán csak ennyi. A hangok szuperek, a zene pedig nagyon vagány és tetszik, tényleg nagyon jó. Idegen fajok lesznek benne, még mindig nem annyi, mint amennyi szerintem reális lenne a galaxis méretét és úgy amúgy a biodiverzitás fogalmát figyelembe véve, de azért lesznek. Igaz, eddig ebben az esetben az előzetes alapján nem hoznak semmi újat, csak pár régebben is már látott fajt. Viszont egy dolog van, ami engem aggaszt, az pedig az élővilág és annak a sokszínűsége. Oké, hogy a sivatagban nem fog rohangálni egy fél állatkert, de bízom benne, hogy az erdős jelenetekben, főleg a nappal játszódóakban láthatunk majd valami vadállatot, esetleg majd veszélyt is jelenthetnének a karaktereinkre. Bár ez már csak extra fölös elvárás. A lényeg, hogy ne egy steril világban szaladgáljanak a hőseink föl alá, mert az nagyon le tudna venni a hangulatból szerintem. Na, akárhogy is nézzük, ez lett volna az én elemzésem a The Mandalorian TV show új előzeteséről. Remélem tetszett és sikerült pár érdekességet kiszúrni. Ha úgy érzed, valami kimaradt, vagy nem lett jól megfogalmazva, akkor irány a komment szekció és beszéljünk róla. Akárhogy is, mondd el kérlek, hogy neked mi a véleményed a sorozatról, te mit vársz tőle, illetve hogy te mit gondolsz erről az egész Disney Plus dologról. Mert hogy nekem személy szerint kezd elegem lenni abból, hogy nem elég az HBO Go és a Netflix előfizetésem, hanem lassan minden nyavaja miatt indul egy új streaming szolgáltatás. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, és köszönöm szépen, hogy nyomtál egy like gombot. Mondom, nyomtál egy like-ot. Köszi! Valamint ezer hálám és egy halálpálca minden jóra való Patreon támogatómnak. Köszönöm nektek! Ne felejtjétek, hamarosan újra jelentkezem. Tényleg. De addig is, mint mindig, az erő legyen veletek. Sziasztok!